egész ország egy csatamező. Ez az élet és halál. És nem tréfálok, ez nem játék. Embereket vezettek és bíznotok kell bennük. És nekik bízniuk kell bennetek. És nem érdekel, hogy szeretnek benneteket vagy utálnak. Ha vigyáztok rájuk, ők is vigyáznak rátok. Mehettek. Hé, őrmester! Jeff Knight hadnagy vagyok. Ön ugye a 173-as szakasszal van. Miért hívják őket a csordának? Milyenek? Milyenek? Klasszak! Önjáratra mész! Néhányukat megölítek! Utána ők ülnek a tiétekből! Aztán visszajössz a bázisra, eszel, asszol! Másnap ugyanez! Észre sem veszed! És meghaltál, vagy otthon vagy! Klasszak! Nézze, az az új otthona. Inkább visszamegyek a kiképzésre. Visszamész az anyádba. Hé, fiúk, az új hadnagy. Ja. Már a őrmester. Őrmester? Isten hozta az üdülőben. Szerintem ne keresse Frick hadnagyot. 3 hónapja távozott, kicsit korábban. Mi volt a probléma? Nem volt probléma. Hát ő babonának nevezte. És ön minek? Én inkább paranoiának. Az volt a mániája, hogy egyesek állandóan a fenekébe akarnak lőni. Látja ott azt a bunkert? Ott töltötte Frick az utolsó 2 hónapját. Egyszer sem bújt elő onnan. Az volt a tiszti negyed. Köszönöm, őrmester. Távozhat. Kicsi
Szóval szerinted mit keres itt? Lehissza magát, vagy az otthonáról álmodik. Mielőtt írja, ne aggódj, hamarosan otthon leszek levelet a feleségének. Jó lenne, ha nős lenne. A családosok nem szeretnek kockáztatni. Te hülye, akkor majd nekünk kell. És? Ott egy koreai. Hol? Hol? Velem ne hülyeskedj, baszéra! Velem így ne hülyülj a fenébe is! Jézusom, mi van vele? Talán beszartál? Van egy kis gyümölcs a táskádban, Bászéra? Gyerünk már, tudom, hogy van benne. Adok a barackodért 2 húskonzervet. Azt már nem. Miért nem szerzel a hadnagy dugi helyéről? Szerintem úgyse tudja felzaválni, mielőtt lelép. Szerintem bebújik a rókajukba, aztán ha lejár az ideje, felbukkan, mint egy nyúl. Elmondom neked, az új másod... Sajnálom, uram, bocsánat, jól van? Jó reggel, Joshua Parker. Én vagyok itt a rádiós. Jó reggelt, Parker. Higgye össze a szakaszokat, és sorakoztassa őket. Uram, mindenkit állít csak elő. Itt kint? Oké, uram. Jól van, rendesebben, rendesebben. Hé, szőrmester. Isten hozta a második szakasznál. Köszönöm, őrmester. Rócs őrmester, Isten hozta erre. Ez költőjén hangzott. Jó reggelt, fiúk. Örülök, hogy itt lehetek. Mivel úgyis egyre többet tudunk meg egymásról a következő napokban, hagyjuk a formaságokat és térjünk a lényegre. Mi más tehetnénk még? Mi a neve, katona? Baszéra. Raymond Baszéra. A feladatunk Truonglan falu védelme. Minden lépésünket e szerint kell irányítani. Mindenre fel kell készülnünk. Ha meg akarjuk állítani őket, meg kell semmisítenünk az egységeiket. És ehhez a gyökereket kell elvágnunk. Hanoi bevételéről beszél, uram? Még nem. A környék védelméről beszélek. A parancsnokság szerint itt forró helyzetek lesznek. Naponta 3 őrjáratot küldünk ki. Természetesen mindig más időpontban és más útvonalon. Igen, ő pedig Frick irodájából irányít minket. Hé, pofa be! Én napi 1 őrjáraton veszek részt. Befejeztem. Jól van, oszoljatok, mehetek. Mindenki a helyére. Meg nem áll a őrmester. Meg kéne beszélnünk az új védelmi sávokat. Már mindent kidolgozott, nem igaz, hadnagy? Még nem, de próbálkozom. Ha, vagy úgy. Ha az erőfeszítéseinket előléptetésekkel értékelnék, ön jól haladna. Miért nem száll le rólam? Ha? Szálljon le rólam, és közben jó rövidre nyírja le a füvet a csapás mindkét oldalán. Pontosan, ahogy a tankönyvben áll, igaz? Igen, azelőtt bevált. Azelőtt nem volt Vietnám. A tankönyvek mondják meg, hová irányítsa az M60-asokat, a dzsungelre. Azok a könyvek rosszak. Nem a dzsungelre kell irányítani őket, irányítsa őket a főutcára, pontosan a falu központjára, mert Charlie ott van, és ott ugyanolyan, mint a dzsungelben. Jobb, ha ezt megtanulja. Gyorsan. Jobb, ha tudja, ha itt jó akar lenni. Mm-hmm.
Oké, őrmester, mi a célpontunk? Nos, Roach őrjárata felfedezett egy Vietcong tábort. Északkeletre a falutól. Fel kéne állítanunk egy csapdát és várni, mikor bukkan fel Charlie. Oké, indulhatunk. Az egyik dolog, amit nem tanítanak West Pointban, hogy a dzsungel akkor is veszélyes, ha mégsem. Jobb, ha elviszed Baséra. Most pedig jobb, ha eltűnünk innen.
megint őrjáratra megy, hadnagy? Minden nap, amíg nem a miénk a terület. Ez a dolgom. Abból nem sok jósul ki, ha közben elalszik, hadnagy. Hé, megyek a rádiómért, oké? A lehető legjobb lépés volt, hogy az egész környék megtudja, hogy jövünk. Baséra! Jézus! Rócs! Meggyújtani! Az egészet!
Nincs szerencséje, hadnagy. Mi a bajom? Minden oké. Halló, Alfa 6-1, itt Alfa 6-2, hallasz engem? 6-2 beszél. Eltalálták, oké? Azonnal küldjetek egy helikoptert. Megégtem. Megégtem. Minden rendben lesz, jó? Megégtem. Jól van, indulhatunk. Figyeljük a leszálló zónába. Gyerünk, mozgás. Már jön a helikopter. Nyugi. Megégtem. Nyugalom, hadnagy! Elszállítjuk innen! Vigyázzon magára! Figyeljetek a lábára! Menjünk! Emeljétek! Menjünk! Ez veszélyes terület! Jól van, indulás! Hogy érzi magát, hadnagy? Unom. Nos, lehet, hogy így van, de már csak 5 napot kell itt eltöltenie. A kerülete egyre veszélyesebb, fiam, és szükségem van ott magára, de csak ha egészséges. Tudja, Truonglam az egyetlen vietkongmentes falu a környéken. És ez nem tetszik a vietnámiaknak. Zavarja a propagandájukat. Kell nekik a bázis, a fiam. Vissza akarják venni tőlem, és minden áron. Őrnagy. Ahhoz, hogy eredményesebbek lehessünk, több ember és több felszerelés kellene. Tudom.
tudom, hogy ezt már ezerszer hallottad, de hát ez az igazság. Már nem ezerszer hallottam, fiam, hanem már több milliószor is. És azonnal megmondhatom, hadnagy, hogy minden tőlem telhetőt megteszek, de ez minden, amit ígérhetek. Akar még valamit, fiam? Igen. Vigyen ki innen 3 nap múlva. Megpróbáljuk, Knight. Kösz, fiú! Matt, mondd el még egyszer. Jöve, figyelj. A mutató ujjaddal ennyúlsz a szájába. Beteszed a horgot, és most figyelj, szétnyitod a csajt. Jól figyelj, mikor már nem szétnyitod... Nem sikoltozik? Hát, dehogy. Még sohasem hallottam. Rángatózik. Na, oké? Utána benyúlsz, berakod a horgot, lenyomod, megfogod a horgot, és kihúzod, megcsavarod, oké? Már kint is a béka. Nem tudnám megtenni. A múltkor 3 pisztrángot szedtem így ki, és 2 nagy sülőt. Nem tudtam, hogy ilyen nagy horgász vagy. Ha igen, még mindig halszagom van. De nekem... Mi? Ó, nem. Visszajött. A francba! Nem hiszem el. A francba nézd! Tudja, nos, mi nem gondoltuk, hogy visszajön, tudja. Kösz a halomkönyvért, uram. Én élveztem. Ez szép kis drótmező. Homokzsákok. Mi a franc ez? Tessék csak, Charlie. Ezzel néz szembe. Hölgyek, hogy vagytok? Hát ma nem mosolyogtok? Hozzatok nekem kaját. De jól elbeszélgettünk. Viszlát!
Mi a bajod, Hayes? Szégyenlős vagy? Nem vagyok szégyenlős. Az a lány. Ő és a barátja vietkongokkal voltak. Rásétáltak a csapdánkra. A barátja meghalt. Ő a karjába kapott egyet. Szétmarcangolta. Elküldtük egy segélyállomást, de nem tudtak segíteni rajta. És már dolgozik. Mit mondan egy lánynak, ha szétlőtte a karját? Uram! Parker, nem tud kopogni. Uram, sajnálom, bejöjjek újra? Adja a papírokat. 5 percre kaptam a hírszerzőktől, uram. Kemény harcok folynak északon, és a hírszerzők szerint a vietkongok nagy erőket csoportosítanak. Jobb, ha vigyázunk, uram. Adatok? Nos, azt mondják, egy egész zászló gyűjti az erejét ellenünk. Mint 18 a 200-hoz, uram. Segítséget kell kérnünk, tudja? Igazán úgy gondolja, Parker? Igen, uram, úgy. Nos, nem számíthatunk új emberekre. Folytatjuk a munkát. Amit tehetünk, egy gyors rajtaütés. Oké, ébressze fel őket és sorakozzanak. Rocsi őrjáraton van? Igen, ott. Küldje ide McNamarát és Hayes-t. Oké. És készüljenek őrjáratra. Hé, Parker, a sisakja. Köszönöm, uram. Oké, Hayes őrjáratához 8 órakor csatlakozunk. Ahol te vagy. Egy alfa, vége. 5-2-2-1, sürgősen jöjjön. Holttest az úton, vége. Kérem a helyzetét, ne nyúljanak a testhez. 5-2-2-1 kéri a helyzetét. Ne nyúljanak hozzá. Roger. Hayes kis barátja volt. Ellenőriztük. Semmiféle csapda vagy hasonló. Teljesen tiszta. Csak meghalt. Tuan Cao Ki-t a népi ítélőszék bűnösnek nyilvánította az amerikai imperialistáknak nyújtott segítség vétségében a vietnámi nép ellen. Így járnak mindazok az emberek, akik az amerikaiakat támogatják földünk aljas elnyomásában és leigázásában. Bazd meg, ez előre nyomtatott levél. Csak a nevét írták hozzá. Mi a franc vagy te? Kibaszott repülős. Készen állsz a bosszúra? Gyere. Köszönöm.
Gyerünk. Miért nem jelentkezik meg, nem ára? Parker, hívd őket rádión. 5-2, itt 2-1, vége. 5-2, itt 2-1, vége. Semmit nem tudok venni, uram. Oké. 5-2, hallasz engem? Gyerünk. Csak óvatosan. 5-2, itt 2-1. Lövedék! Parker, hol a prancsba? Gyere már ide a fenébe! Mozgás! Nem tudok, uram. Hallasz engem? Jézus, a fenébe. Meg ne vár rá! Annagy, ez az ember meghalt. Nem, nem, nem! Vigyétek a jobb szárnyat! Meg, igazad van, jobbra! Jobbra! Szemét tiszta! Elég, ne lőjetek, gyerekkel van! Thank you.
Az út felé haladnak! Nagy engedélyt kérek a kihallgatására. Elég legyen, Schulz. Ma már eleget gyilkoltunk, és ezt nagyon jól tudod. Nagyszerű munkát végzett ma hadnagy. Köszönöm, uram. Gondolom, ismeri Davis kapitányt. Szép munka volt. Nem baj, ugye, ha körülnézünk. Csak nyugodtan. Menjünk a szállására beszélgetni, hadnagy. Csak ön után. Ezt a kettőt kérdezte? Igen, uram. Hello, hadnagy. Nos, Flynn őrnagy véleménye szerint a mai akciójuk irányításuk alá juttatta a környéket. Teljes mértékig egyetértek az őrnagy értékelésével. És még hozzátenném, az őrnagy nem tud egy kibaszott szart se. Hallottad, mit mondott? Neked még van füled. De szeretnék többet is hallani. Igen. Igen. Szeretném, ha többet is hallana. Hallgassa ezt. A francba rócs! Csak segítőkész akartam lenni. Üljön le, hadnagy. Amiről szó van, úgy vélem, egy óriási Vietcong offenzíva. Ki akarják üldözni innen, hadnagy? De ha ön és az emberei továbbra is így harcolnak... Uram, értse már meg! Ma csak szerencsénk volt. Szerencse! Ha elvesztek valakit az őrjáraton, senki sem lép a helyébe. Ha egy Vietcongot megölünk, 10 lép a helyébe. Ha tényleg fel akarjuk venni a harcot, emberre van szükségünk. Megkapja őket. Istenemre megkapja őket. Most menjen csak mosakodni, hadnagy, meg sörözni, megérdemli. Csak így tovább, fiam.
Mennyi új áthelyezés? Nyugi, katona. Nem vagyok ellenség. Rádiós? Igen, uram. Isten hozta mi nálunk. Mi a neve, katona? Csak hívjon késesnek, fiú. Még egyszer kérdezem. Ezúttal hozzáteszi azt is, hogy hadnagy vagy, uram? Don Pály közlegény, uram. Mióta van itt Pike? Már egy rohadt napja. Hadnagy. Úgy értem, Vietnamban. És gyorsabban a hadnaggyal. 5 hete hadnagy. Dühös, mert Szembácsi elkapta, igaz, Pike? Felnőtt, én jelentkeztem. Volt egy kis problémám oda át az államokban. Kis kereskedelmi ügy az elosztóval. Kivontam őt a forgalomból. Vietnam lett az egyetlen biztonságos hely a számomra, Jack. Tudja, bírom a kötelet. És bírom a kést. Ezért vagyok késes haver. Hadnagy. Vagy mi a franc? Mondjak valamit, közlegény. Vietnám sem olyan biztonságos. Itt sokkal jobb gyilkosok vannak, mint maga. Ha késelni akar, csak parancsra teheti. Ha szarni akar, csak parancsra teheti. Most pedig menjen és csomagoljon ki. Utána jelentkezik Rócs őrmesternél. A bányatisztogató őrjáratra megy. Ez parancs. Végeztem. Bányatisztogató? Késes! Ide gyere! Add a kezedet! Mutasd a mutató ujjad! Tarts csak ott jó erősen, és ne nagyon mozogj, különben a levegőbe repülhetsz. Krisztus, olyan ideges lettem tőle, hogy vizelnem kell. Mindjárt jövök, haver. Most már elmehetsz. Láttad, mit csináltam, ugye? Legközelebb már szólóban csinálod. Jobb, ha hamarosan hozzászoksz. A végső ébresztőre a halál, fiú. Felébreszt. Hol van Baszira? Ah!
Igen, hadnagy. Most őrjáratra kéne menned, Baszira. Szart, nem érzem magam túl jól. Gondoltam, írok az anyámnak. Hadnagynak hívják? Én nem probléma. Mi ez? Mit gondol? Az enyém. Irány a szakasz, vár az űrjárat. Sajnálom, hadnagy. Lejtettem a fegyverem. Maradsz! Ha még egyszer lejted a fegyveret, te szar! Jobb, ha imádkozol Istenhez, hogy segítsen rajtad. Mert ha nem segít, te ki szar, baszd meg! Beterítem az agyaddal ezt az egész kibaszott tábort, értetted? Jobb, ha békén hagyja. Te dög! Jobb, ha csinálsz valamit. Ne szólj bele! Várjatok, pisálnom kell. És szarnom, uram. Töröld is ki magad. Szeretném tudni, hogy lehet az, hogy amikor Baszirának ki kell mennie, holt ideges és feszült, és amikor visszajön, nyugodt és komoly. Én értem, megyek. Lássuk csak, mi van. Adott valaki szabadságot narkós faszoknak, mi? Ne? Nem. Haza kellett volna menned, kölyök már. Rég. Nem. Elkapta. Ne, Baszira, fenébe is. Kérlek, Istenem, várj, jó Istenem. Kérlek, testvér, ne hajj meg. Kérlek, kelj fel, Baszira. Kelj fel. Elkaplak, te szemétláda. Kelj fel, kérlek, Istenem. Kelj fel, kérlek, Istenem. Kérlek, kelj fel, Baszira. Kelj fel. Elkaplak, te szemétláda.
Mindenki készüljön, hamarosan támadnak. Adjatok tűzjelet! Ajándéklövés! Szenszor, végünk. Hozd meg! Végünk, amink ide érnek. Tüzet nyíts! Utánpótlás, tüzelnek minket! Hallgatlak, tűzbázis! A légi utánpótlás úton van. Csak várja! Siettessétek! Orvost! Orvost! Át akart jönni a dróton? Tárt karokkal várunk, seggfej!
Oké, tüzet szüntes! Mondom, tüzet szüntes! Ne lőjetek a francba! Oké, népszámlálást tartunk, utána kitisztítjuk a tábort. Hisz, kövess a szakaszoddal. Schulz, belünk jössz. Roach, őrizd a bázist. Úgy lesz, hadnagy. A faluban találkozunk. Küldjön már valaki orvost. Nem tudom, Mac. A kötelességemet teljesítem, de... Auer, mi a kötelességed? Őrzöm ezt a falut. Az embereket. Nem tudom, Mac. Parancsokat hajtok végre. Tudsz valamit, amit én nem? Mi a feladatod, Mac? Hogy megváltoztassam az emberek gondolkodását. És tudod, hogy képzelem? Itt mindenki csak üzletel, nem igaz? Mint a mezőgazdaság, a filmbiznisz, az ipari üzletek. Mi az eszme bizniszben vagyunk. Így igaz? Eszméket árulunk. És ha nem jó az üzlet, tudod, ha nem jön össze, ha nem sikerül a fejükbe verni a helyes eszmét, akkor ezt verd a testükbe. Hát, hogy ők nem gondolják meg magukat. De tudod, a szomszédaik, azok biztosan érdeklődnek majd az árunk iránt. Scott és Rilly. Hadnagy. Üljenek le. Hallotta az újságot? A vietkongok elfoglalták a dél-vietnámi Tainant, egy túlélő. A te tervedet támogatta, Jeff. A hírszerzők szerint a vietkongok beszélik a mi nyelvünket. Már egyet értenek, hogy rajtaütéssel megállíthatjuk őket. Az én parancsnokságomra bízták az akciót. Át szeretném venni önnel tervünk részleteit. Tartsa ezt. A szakasz a másik, együtt a harmadikkal felsorakozik, és bevonul Charlie területére. Az első szakasz szolgáltatja a tartalékot, és a határon maradt. Ők lesznek az utánpótlás. Akár a tankönyvekben. És ön hol lesz, uram? Itt az elsővel. Innen tudom a legjobban irányítani a fegyverutánpótlást, és összekötetést tartok a zászló és alfa között. És azt elfelejti, hogy itt 4000 méterre kerül az objektumtól? Így nem jó? Hadnagy, olyan régóta van itt, hogy elfelejti a szabályokat? Nem, de ahhoz elég ideje itt vagyok, hogy tudjam, mi a jó. És mi lenne az, hadnagy? Két szakasz közé beékelődni öngyilkosság. Úgy sok a hiba lehetőség. Főleg mivel Vietcong terület. Azon kívül úgy is támadni fognak, és akkor át kell vágniuk a terepen. Várjunk. Ejtsünk csapdát. A harmadik szakasz itt nyugaton, és az én szakaszom itt keleten. Így, ha a Vietcongok jönnek, beszorítjuk őket. Ide tehetnénk az elsőt, ahonnan szolgáltathatják az utánpótlást, de elég közel lennének, hogy segítsenek.
Igen, de így a harmadik az ön területére kerül, és ők nem ismerik. Nem, csak belőle, uram. Majd küldünk hozzájuk egy embert. Scotton a harmadik, hogy tetszik? Nagyszerűen hangzik, kapitány. Ezzel a mi tűzerőnk hatékonyabb lesz. Jól van, ha az emberei így érzik. Minden a kezében, Jeff. Oké, indulhatunk. Mész a harmadikhoz, és ide vezeted őket a csapda pozícióba. Mi a bajod? Mi? Mondjad már. Nem tudom, és ez nem tetszik. Túlórázik a hatodik érzéken. Nos, idáig sikerült túlélnem vele. Küldjek valaki mást helyetted? Nem, ezt nem mondtam. Akkor mi van? Mikor jöttek az utolsó jelentések? Csak tartsd behúzva a fejed. Remek ember vagy. Oké, nincs probléma. Útban van felétek. Nem sikerült kapcsolatba lépni vele. Már túl késő. A vietkongok felétek haladnak. Vége. A francba. Mert nem ára éppen feléjük tart. Thank you.
Hogy van? Hogy van? Rosszul, hadnagy. A francba, hadnagy, mindenütt ferdeszeműek. Hívd a mentősöket és jelensd a helyzetünket. Menj, mozgás! Elviszlek innennek. Gyerünk már, életben maradsz. Gyerünk! Fedezzetek! Schulz, fedezzél! Mozgás! Dürán, 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 mozgás! Gyerünk, te facsú, meg ne hajj nekem! Nézz rám, maradj ilyetek! Maradj ébren! A mentősök útban vannak. Davis kapitány küldi a harmadik szakaszt. De szerintük az ellenség már elhagyott minket. A falu felé haladnak. Mi legyen, feltartóztassuk őket? Vigyétek leszállózónába! Vigyétek leszállózónába azonnal! Piros jelet a mentőknek! Gyerünk! A fejét, vigyázz! Gyerünk, fedezékbe! Óvatosan! Vigyázz! Erőből a keleti oldalon jövünk. Oké, gyerünk! Mozgás! Gyerünk! Thank you.
harcosokra! Minden koreait lelőni! Nem! A szemem! A szemem! Oké, oké, itt vagyok, itt vagyok. A szemem! Tessék, tartsd ezt rajta, tartsd rajta, hogy vagy. Oké, gyerünk, gyere. Elme, jó vagyok. Azt hittem ránk vadásznak! Százott kötszert. Készen állok a rock'n'rollra. Vigyázz a szád. A francba. És... A falu. Mi? A falu. Elvesztettük meg. Mikor látták, hogy nem tudnak legyőzni bennünket és elvenni a falut, inkább megsemmisítették. Ha nincs falu, amiért harcolni kell, nincs had se. Mennyi idő alatt építhetjük újjá? Már megtettük. Hazamész?
Nem tudom, mit fogok csinálni meg. Ha rájövök, mit akarok tenni, küldök neked egy lapot. És tudatom veled. Én újra berukkolok. 2-3 év. Te is visszatérsz? Igen. Már megint nevetsz. Kikészíted a szád. A francból. Bolond vagy, ugye tudod? Bolond vagy. A vicces a dologban. Hogy kezdelek megérteni. Remek voltak ők. Ezért mész most haza. Isten hozott mi nálunk.